Szia! Azt hiszem, hogy a mai lesz az életem legunalmasabb videója. Legalábbis én ezt gondolom. Hogy mit is csináltam ma? Hát figyelj, mindjárt elmondom. Ez most nagyon jól esik ebben a szaros esős időben. Jó kis meleg teja. Ma egy külső szemlélő szempontjából gyakorlatilag semmit nem csináltam. Egy fűszálat nem tettem keresztbe. A mai napom azzal telt, hogy tervezgettem. És sőt, nem is tervezgettem, álmodoztam. Még csak álmodozási szinten vagyok, mert azon gondolkodtam, amit az előző bejegyzés, napló bejegyzésben, amit említettem, hogy úristen, mi lesz, ha ez az ausztrál srác komolyan gondolja azt, amit mond. Tudod, én mindig úgy vagyok ezzel, hogy más az, amit mondanak, más az, amit csinálnak. És éppen ezért soha senkit nem ítélek meg, soha senkiről nem mondok úgy előítéletet, hogy fú, ez ilyen, az meg amolyan. Erről már szerintem 20 évvel ezelőtt, vagy hát igen, legalább 20 évvel ezelőtt leszoktam, amikor az egyik nyári edzőtáborunkon megjelent egy 65 kilós, vékony, idős és hát törékenynek tűnő ember ott az edzőteremben. Csak azt tűnt föl, hogy mindenki azonnal hajlongani kezd, meg tartják a tisztes távolságot, meg ilyenek. És akkor derült ki, hogy ő egy olyan nagyon magas fokozattal rendelkező oktató, aki már magától, az alapítótól tanulta magát az Aikidót. És Noboyoshi Tamurának hívják egyébként, vagyis hívták, és akkor tanultam meg, hogy soha, de soha ne ítéljek külső alapján. Nem kell ahhoz valakinek 2 méter magas, 110 kilós, kigyúrt, izmos, kopasz embernek lenni, hogy csak a megjelenésével már olyan tiszteletet parancsoljon, amilyen tiszteletet ő tudott elérni. Holott nem volt se szigorú, nem volt se pökhendi, nem volt kifejezetten olyan típus, nagyon kedves, barátságos és segítőkész embernek ismertem meg. Nem is értettem, hogy mi ez a tisztelet, de aztán később megértettem, amikor együtt gyakoroltunk. Képzeld el, hogy milyen érzés az, amikor te kezdő vagy, és ott terem előtted ez a kicsi, vékony, kis törékeny kis emberke, és olyan fürgeséggel, olyan macska ügyességgel csinálja a dolgokat, hogy egyszerűen követni nem tudod. Valami elképesztő. És úgy tűnt el az ember elől, mint hogyha kámforrá vált volna, rá akartunk rontani, és egyszerűen, mintha ott se lett volna. Tudod, amikor úgy érzed, hogy neki tudsz rontani valaminek, mint ahogy a bika látja magát azt a piros szőnyeget, vagy micsodát, lepedőt, azt hiszi, hogy ez egy fal, azt ő fel tudja öklelni, de az utolsó pillanatban elhúzzák előle. Tudod, milyen érzés az, amikor így támaszkodsz valaminek, és az hirtelen ott eltűnik, akkor nagyon sokan pofára esnek. Mi is mindig így jártunk. Szóval azért gondolom azt, hogy soha ne ítéljek előre, mert azóta már én nagyon sok nagyon komoly harcművészt láttam, és ha hiszitek, hanem igen kevés volt közülük olyan, amelyikből egyáltalán kinézted volna, hogy olyan tudása van, amilyen tudást ő már megszerzett. Sima, hétköznapi, átlag embernek néznéd őket, és ha hiszed, hanem sokan akár egyetlen egy ujjukkal képesek lennének bárkit megölni, ha bár nem szándékuk, de van hozzá képességük. Na most, hogy miért mondom ezt? Azért mondtam el ezt, mert hogy ugyebár az álmodozásról volt szó, meg arról volt szó, hogy ne ítéljünk meg embereket, és ne ítéljünk emberekről. Tehát én most erről az ausztrál srácról sem mondok semmit. Nem mondom azt, hogy fú, ez majd ez lesz, az meg majd az lesz, és én meg majd ilyen leszek, meg olyan leszek. Nem. Én azt mondom, hogy igenis a tettek azok, amik majd beszélni fognak. És akkor itt most meg kell említenem egy tényt. A tény az, hogy az ő tanácsára csináltam egy beállítást. Nagyon egyszerű beállítást csináltam csak, egy új elfogó oldallal. És tegnap már mutattam egy kis előzetest belőle, az Instagram történetemben fönt van, lehet, hogy még ma is fogok csinálni egyet, de megmutatom, ma 15 új e-mail érkezett. Gondold végig, naponta 10-15 új e-mail, az havi szinten 300-450 új e-mail cím. Legyen 2% a konverzió, akik majd ezekből csatlakozni fognak. 2%. 450-ből 2% az, akárhogy is nézem, az 9 új regisztráció. Egyetlen egy egyszerű, sima beállítással tudtam ezt elérni. Vagyis, hogy kaptam egy ilyen infót, és én éltem vele. Tudom, sokan mondják azt, hogy igen, hát az alsó vonal az ne szponzoráljon fölfelé, na de hát figyelj, itt nálunk nincsen ilyen, hogy alsó vonal vagy felső vonal, egyenlő partnerek vagyunk. Én legalábbis így kezelem magát ezt az egész csoportot, magát az egész dolgot. Éppen ezért imádom azt, hogy itt nincsenek ilyen rangok, hogy mit tudom én most ezüst, meg mit tudom én, meg gyémánt, meg rubin, meg smaragd, meg ilyen dolgok, meg 3 csillagos rakétakilövő állomás vezető főnök, meg mit tudom én ilyenek. Sohasem gondoltam azt, hogy ezeket kellene, inkább mondom azt, hogy oké, mit tudom én, tehát amit én igazán értékelni tudok, az, amikor azt mondja, hogy a havi 5 számjegyű jövedelem, vagy a havi 6 számjegyű jövedelem. Na, az már tud adni egy életstílust, az már tud adni egy olyan, hát, mit is mondjak, micsodát, perspektívát, vagy lehetőséget, amit nagyon sokan csak így álmodnak. Én persze tisztában vagyok vele, hogy Steve Jobs hiába volt milliárdos, mégsem tudta elkerülni a rákot. Egészen pontosan tudom azt, hogy előbb-utóbb mindenki elmegy. Oké, rendben van, ez nálam tiszta sor. Na de hát addig, miért ne érhetnénk úgy, miért ne csinálhatnánk olyan dolgokat, amit igazán szívből szeretünk és szenvedélyesen akarunk csinálni? Miért ne? Miért kell beleragadni annyi embernek a biztosnak hitt állásába? Miért kell annyi embernek beleragadni abba, hogy fú, én csak annyit tudok elvégezni, hogy itt most letöltöm a 8 órámat, megcsinálom, amit mondanak nekem, és aztán kapom érte a fiszumat. Miért? Nem tudom el. Tudom, hogy ez nem én vagyok. Tudom, hogy ezt én nem tudnám megcsinálni, nem tudnék beleszokni, nem tudnám megtanulni. Olyan régóta vagyok önálló, és olyan régóta irányítom a saját életemet, hogy egyszerűen nem tudnám azt elképzelni, hogy valaki más azt mondja nekem, hogy most akkor öregem, neked ide kell menni, oda kell menni, ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Még akkor sem, ha nagyon jól megfizetnék. Még akkor sem, ha azt mondanák, hogy kapok mellé egy olyan ingatlant, ami tényleg minden igényt kielégít, kapnék mellé autót, meg telefont, meg akármicsodát, akkor sem csinálhatnám azt, amit én szeretek. Érted? Valami ilyesmi gondolatom volt, és akkor, hogy mi az, amit szeretnék. így elkezdtem így álmodozni, hogy mégis mi lenne az, amit úgy nagyon-nagyon szeretnék megvalósítani. Hát elsősorban azt, hogy az unokáimnak olyan oktatást tudjak biztosítani, amely minden szempontból a lehető legjobb az ő számukra. Minden szempontból. Ami nem kényszeríti őket olyan dolgokra, amit nem szeretnek, viszont segíti és támogatja őket minden olyan dologban, amire meg szükségük lesz majd az életben. Ezen kívül mi az, amit szeretnék még elérni? Hát szeretném azt elérni, majd a későbbiekben, hogy találjak tehetségeket, találjak olyan embereket, akik ugyanúgy önjáró módban dolgoznak, mint én, és őket támogassam, őket segítsem, ha arra van szükségük. Hogy el tudjam őket indítani, mert ha önjáróak, ha önálló gondolkodások, akkor úgyis csak arra van szükségük, hogy elindítsa őket valaki, és aztán utána már csinálják önállóan a dolgokat. Szóval ilyen embereket szeretnék megkeresni és megtalálni. Mi az, ami még mozgat? Mi az, amit még nagyon szeretnék? Persze természetesen olyan rendszereket felépíteni, olyan rendszereket elindítani, amelyek már az unokáimnak adnak egy, nem azt mondom, hogy biztos megélhetést, mert az a legrosszabb. Azt már megfigyeltem nagyon sok milliárdos csemeténél, hogy ha az van, hogy a pénz az nem számít, akkor valóban nem számít, akkor tényleg képesek herdálni, elherdálni, baromságokra költeni, kivagyiságból, pökhentiségből, nagyképűségből, nem, hanem olyan gondolkodásmódot ad nekik, amelyel ők is azt akarják elérni, ami tény, hogy valamit hagyni itt magunk után, amit már olyan sokszor itt pedzegettem a különböző videóimban. Na, ezen gondolkoztam, ezen ábrándoztam, és hát azt szerintem most következik majd a tervezés időszaka. Hát most így először az volt, hogy így felhoztam magamban az érzéseket, felhoztam magamban azokat a gondolatokat és azokat a dolgokat, amik engem így belülről tudnak motiválni. Méghozzá azért, hogy a tervezési időszakban pontosan tudjam, hogy mit kell majd ahhoz tennem, hogy ez az ausztrál srác, hogyha valóban meg akarja valósítani, amiről beszélt, vagy valóban elkezdi megvalósítani, és elindul maga a folyamat, már pedig úgy nézel, hogy nem mond valami rossz dolgokat. Szóval a lényeg az, hogy így ezzel tényleg valami következő szintre fogunk tudni lépni. Tényleg valami olyat, amiről ő beszél, ez a skálázhatóság, és ez, hogy mennyire fontos az angol nyelvterületen a skálázhatóság, hogy elindulunk a nulláról, és lépünk egyre följebb, addig, amíg teljesen önjáróvá nem válik valami, és amikor az megvan, akkor abból szerzett bevételeket egy újabb rendszerbe befektetve mindezt újból elindítani, egy újabb rendszert elindítani, és egy újabb önjáró rendszert összerakni. Igen, valami ilyesmi. Valahogy ebben gondolkozok, és ezt szeretném elérni az unokáimnál is, hogy ők is abban gondolkozzanak, tehát nem az abban, hogy a pénz az nem számít, az úgy is van, nem, hanem hogyha valamit akarnak, ha valamit el szeretnének érni, akkor ők is abban gondolkozzanak, hogy hogyan tudnék ehhez egy rendszert felépíteni. Na, ezt szeretném. Ez az, ami igazán motivál engem. Ez az, amiben nagyon-nagyon komoly időt és energiát bele tudnék tenni. Persze ehhez az is kell, hogy lássam rajtuk azt, hogy ebbe ők is benne vannak, hogy ezt ők is akarják. Na hát, mára ennyi volt akkor. Ahogy mondtam, Ez lesz életem legunalmasabb videója. Remélem, hogy holnap már valami olyasmivel fogok tudni neked szolgálni, olyasmit fogok tudni neked mondani, amelyik kicsit így tovább tud majd téged is vinni. Búcsúzom, szervusz!